A Migráció Kutató Intézet munkatársai beszélgetnek többségében Szíriából érkező migránsokkal a hármas határnál lévő vajdasági Rábé település egyik raktárépületében. A Szerbiához tartozó faluban rohamosan csökken a lélekszám, amellyel közel megegyező számú migráns található a településen, akik az ilyen és ehhez hasonló elhagyatott rossz állapotú ingatlanokban húzzák meg magukat a hideg időjárásban. A helyiek nem örülnek a jelenlétüknek. Cserepet leszedik a házakról, azt a száraz gerendákat, meg a léceket, azt tüzelik fel. Most éppen Rábé Ervinné meggyújtottak egy supát, leégett. Most ott Rábén meg a kaszárnyában vannak sokan. Mindent, ami az utukban állt, azt szétszednek. Sőt, nem kimélték sem az egyházi létesítményeket, templomokat, kápolnákat, a temetőket sem. Nem sokkal jobb a helyzet, mint egy 30 kilométerrel arrébb Horgosnál a határ szerb oldalán, ahol szintén tömegesen élnek migránsok, például az egykor vámmentes boltként üzemelő épületben. A migrációs útvonal 2019-es megváltozása jelentősen érintette a térséget. A déli határszakaszon tett belépési kísérletek száma 2021-ben túllépte a 117 ezret. A 21 éves Ibrahim Feris Marokkóból érkezett Törökországon keresztül Szerbiába. Barátaimmal jöttem Szerbiába. Már többször próbáltunk átjutni Magyarországra, eddig sikertelenül. Mint ahogy itt mindenki, én is ismerem a magyar helyzetet. 2 éve érkeztem az országba, az utóbbi időben a szabadkai befogadó állomáson vagyok. Segédkezem a táborban. Minden jó itt. A forgatás időpontjában 206 migráns tartózkodott a szabadkai befogadó állomáson. Ez a szám meghaladja az intézmény kapacitását, de az ottani migrációs hivatal vezetői úgy döntöttek, hogy a téli időjárás miatt akit csak lehet befogadnak, hogy ne zavarják meg a város életét. A legtöbben muszlim országokból érkeznek, főleg Szíriából és Afganisztánból, de vannak itt migránsok Marokkóból, Tunéziából, Szomáliából, sőt még Indiából is. Háromszor étkezést, meleg vizet, tisztálkodási lehetőséget és fűtött helyiséget biztosítunk számukra. Az itt lévők száma és összetétele folyamatosan változik. Közülük az utóbbi időben egyre többen próbálkoznak átjutni a határ magyar oldalára saját maguk ásta alagutakon keresztül vagy hatalmas létrák segítségével. Ezeket a határátlépési kísérleteket a Csongrád-Csanád megyei határrendészeti távfelügyeleti központban szolgálatot teljesítő rendőrök mintegy 160 kamera segítségével rögtön észlelik és riasztják a helyszínen lévő járőröket. Naponta több száz személlyel szembe történik intézkedés a Csongrád-Csanád megyei határszakaszon. Ezeknek egy jó része megakadályozás, hogy ne jussanak be a Magyarország területére. Nyilván ez a fő célunk. De hogyha valaki mégis átjutott a biztonsági határzáron valamilyen módszerrel, akkor az ő mi hamarabbi feltartóztatásuk és a határzáron történő visszakísérésük a feladat. Most a Csongrád-Csanád megyei rendőrfőkapitányság illetékességi területéhez tartozó határszakaszon vagyunk. Konkrétan a 494-es határjel térségében, a idéglenes biztonsági határzár között. Ahogy láthatjuk, ez a Csongrád megyei főkapitányságnak a szerb határszakaszához tartozó területrész. A legjellemzőbb elkövetési módszer jelen pillanatban az a létre alkalmazásával történő határzáron történő átmászás. Korábbi évekhez képest változás ez a létre alkalmazás. Előtte a határzár átvágása volt a legjellemzőbb, illetőleg az alagútásás is esetenként előforduló elkövetési magatartás. A tömeges migráció magával hozta az embercsempészet fellendülését is. Az elkövetők nem kevés pénzért próbálják hazánkba juttatni a migránsokat, általában kevés sikerrel. Problémát így is sokszor okozhatnak, akár halálos balesetet is. Néhány héttel ezelőtt történt pont itt Mórahalmon, pár száz méterre innen egy tragikus tömegszerencsétlenség, ahol egy embercsempész a ónos esővel síkossá vált úton okozott balesetet, és ezzel több személy életét vesztette. Az embercsempészetről és a különböző illegális határátlépési módszerekről, technikákról is első kézből kaphattak információkat a Migráció Kutató Intézet munkatársai, akik egyfajta tanulmányúton vettek részt a déli határszakaszon.
Az intézet így kollektíva most jött le először, és nagyon fontos azt látni, hogy amiről olvasunk, amivel foglalkozunk a napokban, hogy ez hogyan is néz ki ugye itt konkrétan a kerítésnél, vagy ezen a csomóponton, ahol végülis a magyar határvédelem valóban megvalósul, és ahol ennek a fizikai jeleit láthatjuk, és hogy az utak hogyan futnak itt össze, ugye hát gyakorlatilag Afganisztántól kezdve egészen Kamerunig, hogyan próbálnak ilyen emberek eljutni, és ezen a kerítésen keresztül bejutni az Európai Unió területére. Nekem az a legfontosabb tapasztalat itt most is, és az előző látogatásokon is, hogy azok a vádak, amik rendszeresen elhangzanak, hogy itt embertelenül bánnak az érkezőkkel, vagy hogy a rendőrök milyen gyűlölettel fogadják az ittenieket, hogy ezt akkor sem és most sem tapasztaltam, amit egy nagyon professzionálisan működő, kidolgozott, és a realitásokra folyamatosan, a változó realitásokra folyamatosan reagáló rendszert ismerhettünk meg, ami nagyban hozzájárul nem csak Magyarország, de az Európai Unió védelméhez is. Egy biztos, az elmúlt hónapokban folyamatosan nőtt a migrációs nyomás Magyarország déli határán. Mindezt egy extrém, de valós történet is bizonyítja. Volt már olyan migráns, aki, érdés mond, 53 alkalommal próbálta különböző módszerekkel kijátszani a magyar határvédelmet, de pekhére és a határon szolgálók dicséretére egyszer sem járt sikerrel.